Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A három kérdőjeles jóslás május 7-én. Az első kérdés az lenne, mik az ő gondolatai és tervei, erre megadja a választ ez a felső kártya. Itt láthatunk egy hölgyet két gyermekkel. A kártyáknak szimbolikus jelentései vannak, amire ő gondol. Lehet, hogy egy családi állapot, viszont a kártya inkább azt mutatná, hogy ő tervez veletek együtt egy közös utat. És a gyerekek szimbolizálják ezt az új döntést, egy új utat. És ő nyújtja a kezét, vagy kívánja azt, hogy ti nyújtsátok felé a kezet, ennek is szimbolikus jelentése van, ami arra utal, hogy elvárásai vannak, és tervez egy közös utat veletek. A második kérdés pedig az lenne, milyenek az ő érzelmei, ezt mutatja ez a kártya. Itt valami nem stimmel. Az egyik gazdag, a másik szegény, az egyik ad, a másik vesz, és ez azt jelenti, hogy őt kihasználták a múltban, és ezt érzi is. Az is lehet, hogy az egyik olyan nagynak érzi magát, és kicsinyíti a másikat. Ezt is érzi, hogy valaki megpróbál ő felette uralkodni. És pontosan ezt szeretné megváltoztatni, mert ez a napi kártya ezekre a változásokra utal. És ezt közölni fogja veletek. Ezt jelenti ez a kártya, de nem fog túl sokat mondani, mesélgetni, hanem ő rátér a lényekre. Elmondja a változásokat, azt is, hogy őt hogy bántották meg, vagy hogy használták őt ki, és ő tervez egy új utat. Rátér a lényekre. És ez volt a három kérdőjeles jóslás, egy általános jóslás. Természetesen kérhettek tőlem egy személyes jóslást, amit én videón keresztül mutatok, természetesen név nélkül. Én nem is írom le azt, hogy miről van szó, tehát így minden olyan titokban marad, megbízhattok bennem, fordulhattok hozzám. A díjam egy személyes jóslásra 3500 forint. Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra! És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!